amikor az év elején Kossuth Rádiót hallgattam, most már nem emlékszem pontosan, hogy Lugosi Lacit személyesen szólaltatták meg, vagy inkább róla volt szó, az utóbbi talán a valószínűbb, amikor felfigyeltem arra, hogy nagybányai művészként emlegetik. És számomra ismeretlen volt a név, hiszen én nagyjából 89-ben kerültem ide, ők akkor már éppen kifele készülődtek, tehát elkerültük egymást valahol félúton. És de rákerestem interneten, hogy miket alkottak, miket készítettek, hogyan is éltek. Azonnal írtam nekik, éppen visszanéztem, február elején küldtem az első levelet nekik, és nagyon operatívan válaszoltak, hogy nagyon-nagyon örvendenének annak, hogyha el tudnának jönni. Mert hogy a fesztivál maga is egy kicsit arról szól, hogy haza hívjuk, s haza térnek olyan emberek, akik innen elszármaztak. Ez most már az így ki is jelenthető, hogy nagyon sokan ilyen korra időzítik a nagybányai hazalátogatásukat, és akkor ilyen formán két olyan művész, egy művészházaspár visszatérését, hazatérését köszönhetjük, illetve örvendhetünk ennek, akik már nagyon régóta nem jártak itt a városban, bár életük sok évtizede, munkásságuk sok évtizede köti őket ehhez a környezethez, amiben mi élünk. Ez volt a nagybányai létünk lényege. Majdnem minden évben csináltunk egy-egy kiállítást, nem föltétlenül Nagybányán. Szatmár Németi, Várad, Kolozsvár, Korunggalléria, stb. Hát nem tudom. Azon kívül, hogy én gyári dolgozó voltam, 16 évig, és mindemellett azért sikerült fénybe dolgoztam annak idején, mert mindig volt bennem egy ilyen hajlam, hogy olyan, mint szobrász, hogy olyan anyagba dolgozok, ami időtálló. Egy szomorú esemény is beárnyékolta ezt az egész tervezési folyamatot, ugyanis Edith, aki már elég sokat feküdt kórházba az utóbbi időben, júliusban sajnos eltávozott, akkor egy kicsit kérdőjelessé is vált a kiállítás megrendezésének lehetősége. Azonnal írtam Lacinak, és kérdeztem, hogy akkor most hogyan tovább. Azonnal írt is vissza, hogy minden a régi. Ilyen szempontból Edith itt lesz a munkái által, a kiállítást nem szeretném lemondani. Kezdjem a textille, ez az Edith munkái. Mert hát ahhoz idő kellett, tehát mondjuk az ő munkái nem kicsik, olyan általában olyan 4 négyzetméter körüliek. Hát azt azért nem egy hónap, nem, de inkább több mint fél év, egy. Hát akkor volt munka. És azóta is Veszprémben élünk, éltünk, dolgoztunk éjjel-nappal, és csináltuk is. Élvezette. Ezt nem mondanám, hogy kötelességből, de egy kicsit igen. Tehát ha arra gondolok, hogy hivatásszerűen. A kiállításnak is van egy feelingje magyarul. Textilek azok a melegséget, meg a falon, én meg a hideg-rideg kövekkel, meg a márványokkal, vagy a bronzokkal közepén. Úgyhogy a kettő úgy összetartja. És egy egységes, amilyen nekünk mindig volt. Nincsenek elavult munkák.
Együtt állítottunk ki, és hogy lesz, hál' Istennek úgy lesz, hogy márciusban Veszprémben lesz egy nagyszabású kiállításunk. Most már csak én, de együtt ugyanez, a város legjobb, tehát a művészetek házában, a galéria rendszer, meg minden, hát azt meg is kell tölteni, és meg is lesz töltve, és ez Edittel együtt. Tehát ez a folytatás. Éreztem magamat ez alatt a két nap alatt, meg hát egyáltalán maga a hangulat, a környezet. Hát most az egy plusz pozitívum, hogy kezdődik a fesztivál, amin a gyerekeim mindig mesélték, mert ők többször voltak, én meg soha, és akkor most egy kicsit ráéreztem én is, hogy ez nem akármi. Örvendtem annak, hogy ez így alakult, és annak is, hogy végül is itt vannak ezek a csodálatos szobrok, meg textilek a falakon, hogy nagyon sokan eljöttek. Ez külön jó élmény volt, jó volt látni a sok régi ismerőst, hogy keresték már a kiállítás megnyitót megelőzően, hogy hol van Laci, hol találjuk meg, beszélgetni szeretnénk vele. Sőt, épp az imént is elment egy bácsi, aki szintén őt kereste, sajnos már ők visszautaztak. Ezek a találkozások úgy gondolom nagyon fontosak, és mind a mellett járulékos haszon, ha nevezhetjük így, hogy egy szép anyagot köszönhetünk itt a házfalain. Sajnos csak egy hétig, amíg a fesztivál tart, az alatt tudjuk fogadni. Eljutunk a Magyar Napok második kiállításához, és itt ezúttal Magyarországról hívtunk meg nagyon jeles művészeket, Ince Mózest és Boldit. Hát Magyarországról, de Mózes ő persze erdélyi székelyföld, így hát így lesz szép kerek a kép a művészeti felhozatalban, és hát ez egy nagy, mi úgy gondoljuk, egy nagy teljesítmény, hogy ez a két jeles művész Nagybányán állít ki, még nem állítottak ki, de minden esetre ők világviszonylatban elfogadott és ünnepelt művészek, így hát nekünk egy megtiszteltetés, hogy itt vannak. Mm.
ismeretlen ismerőse voltam így az interneten keresztül Pintér Zsoltnak, aki szervezőjeként a Nagybányai Főtér Fesztiválnak felkért egy ezidei szereplésre. Ezek az egymásra találások, akár ezek az online fórumokon bizonyos értékközösséget feltételeznek. És ez az értékközösség a most kiállított munkákon keresztül is ábrázolódik. Igazából egy nagyon messzi kezdeti pontról indítanám az elemzést, a kultúra folyamatossága a képzőművészeten keresztül. Ugyanis hát Nagybányát azt nem kell senkinek bemutatni itt a képzőművészeti előzményeket tekintve. És a mi kapcsolódási pontunk ehhez a történethez az a fajta formahasználat, ami nem egy teljes nullapontról megújításaként értelmezi a képzőművészetet, hanem egy formakincs tovább örökítésével, érlelésével és a mai idők vagy a személyiség által meghatározott jelleggel való párosítás, összeszorzódás, metsződés révén alakul ki az, ami itt most a falakon és a térben látható. A mai kiállításról és a művészekről, hát én minden esetre annyit tudok elmondani, hogy a szakmaiság egyik legmagasabb fokát képviselik, mind a művészi megfogalmazásban, megformálásban és a nagyon-nagyon alapos bemutatásban. Ugyanakkor a nagyon fontos ez a gondolati művészet, amit ők átadnak. Ince Mózesnél kiemelném azt, hogy az a vérhús valóság, amivel az embert ábrázolja, párosul egy fantasztikus üzenettel azzal, hogy igazából nem élünk a valóságban, a mai világban, hiszen a virtuális valóság átvette a helyét nagyon sok mindennek, ezek elrejtve, de benne vannak a festményekben. Ez a szürreális világ, amely ötvöződik a nagyon reálissal, ez adja meg talán ezt a kettősséget, amelyről a művészek is beszélnek. Tiszta hang a címe ennek a festményemnek. Igazából a zenész és a hangszer egybeesése a témája ennek a festménynek. A feszülő húrok igazából készfeszítő inakként szerepelhetnének, ha helyükre kerülnek, de a belső hangnak a megnyilvánulása így volt láttatható számomra. A képnek vannak egészen konkrét, részletes kidolgozási területei, amik megfogják azt a kicsi részét a világnak, amit felismerünk, magunkénak tudunk, egyáltalán valóságként értelmezünk. A többit pedig egy kifutási területként hagytam szabadon a gondolatnak, aminek bejárására mindenkit szeretettel várok. Mindenféleképpen kommunikálnak ezek az alkotások, hiszen a Boldi esetében is az emberi megformálás párosul ezzel a nagyon modern látásmóddal, nagyon kifinomult formavilággal, amely megint ismét párosul egy fantasztikus anyaghasználattal, ezek bronzszobrok, fantasztikus patinákkal, egyedi technikával rendelkező patinázással. Így hát úgy gondolom, hogy ez egy igazi művészeti csemege Nagybányán, és hát szerintem az egész térségben.
Minden évben a Várvidéki Galéria a Főtér Fesztivál keretén belül egy régi nagybányai művésznek állít emléket, és ez a zsinórban az ötödik kiállítás, amit hálából a régi nagybányai művészeknek szervezünk. Az idén Mikol Andrásra került sor, és az ő emlékére szerveztük ezt a kiállítást. Mikolának igazából az 1912-es jubileális kiállítás hozza meg a nagy sikert Nagybányán, hiszen, ha jól emlékszem, 11 képet állított ki, abból egy jelen van a nagybányai kiállításon is. Ez egy nagyon nagy ritkaságnak számítanak, amikor olyan képek bukkannak fel, amik az 1912-es jubileális kiállításon voltak, hiszen a jubileális kiállítás volt az a 15 évnek az eredményét akarták bemutatni, és rengeteg nagyon jó minőségű kép volt akkor kiállítva. Mikola 27-től kezdődően a Nagybányai Festők Társaságának az elnöke lesz, egészen 1944-ig. Nagyon sikeresen csinálta, hiszen Trianon után azért ez nem volt könnyű Nagybányát vezetni. Torma kezdte, és ő nagyon diplomatikusan csinálta, Mikola folytatta. Hát megvannak persze az ő konfliktusai, azt mondják, hogy ahol egy művész van, ott minden rendben, ahol kettő ott már baj van, ahol 100 meg 200 ott egy katasztrófa. Művészetére jellemző 1904 és 8 közötti periódusára ugyanaz az erős francia fovizmus, hiszen ő Párizsban nagyon sokat dolgozott, ő is ebben a stílusban kezdett el. Utána ez a késő impressionista, ez a nagybányai plener festészet, majd később, amikor igazából már főleg a lakásához közelevő tájakat és utcákat festi, ezeket hívják ez a szálkás periódusának, amikor már érezzük ezt a fáradtságot, de hát rengeteget festett élete utolsó pillanatáig persze. Hát egy nyílt konfliktusa volt, igen, Mikolának Cifferrel, olyannyira, hogy van egy legenda erről, hogy a Ciffer temetésére Mikola nem ment el, de tiszteletből másnap kiment a temetőbe, hogy mégiscsak a sírnál gyújtson egy gyertyát, és mind aludt el a gyertya, ami Mikola mondta, hogy persze, mert Ciffer fúj alulról. Közben csak egy sima, egyszerű szél volt, de még ebben is a konfliktust kereste. Thank you.
Vannak olyan könyvek, igen, amiket Nagybányán járt írók, akik arra Perűzsúba jártak Nagybányán, amikor a művésztelep dübörgött, és írtak könyveket, de vannak olyan könyvek, amit művészek írtak emlékiratként, lehet őket felfogni. A Mikola könyvben az egyik legszebb rész, talán is a legérdekesebb, amikor a Szatmári, ha jól emlékszem, 1899-es kiállításnak az anyagát nézi meg, és akkor ő is leírja azt, hogy mindenki föl volt háborodva, hogy hogy lehetett rózsaszín füleket festeni, hiszen egy önarcképre, Ferenc önarcképpen rózsaszín fülekkel festi le magát, illetve lila lovakat. Igen, szóval, hogyha kicsit valaki bele szeretne mélyülni, hogy milyen hangulata volt a Nagybányai művésztelepnek, akkor Mikola András Színek és fények című könyve mindenképp egy kihagyhatatlan. Az 1930-as évek elején elkezdődik úgymond egy támadás a Nagybányai művésztelep ellen, hogy a város magáéval szeretné tenni az egész intézményt, az épületekkel minden, hiszen a jogi háttér ez éveken keresztül, évtizedeken keresztül problémás volt. Olyannyira, hogy 1934-ben elvállalja az alpolgármesteri funkciót is azért, hogy sikerüljön, de nem sikerül neki. Éppen ezért ő aztán visszavonul, ő megvásárolja azt a régi házat, amiben a Ferenczi család lakott, és visszavonultan él egyedül, két szenvedélye volt a művészet és a vadászat, ebben a például főleg a vadászatnak él, és 1957-ben tér vissza igazából a művészeti életbe, amikor Bukarestből már egyre világos nekik, hogy Mikola azért egy nagy vezető egyenisége volt a Nagybányai művésztelepnek, és újra hívják, kitüntetéseket kap addig, ameddig 1970-ben Nagybányán elhunyt.